Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Amit önök most látnak, az a jármű és hajtáselemek egy tantárgynak a második heti előadás anyaga. A visszajelzésekből láttam, hogy voltak gondok az első heti anyaga, hogy túlságosan halkra sikerült, ezért elnézést kérek, itt a mikroportnak az eleme kicsikét rendetlenkedett. Remélhetőleg ez az e heti anyag már hangosabb és érthetőbb lesz. Félszemmel nézem közben a hangerőt, elvileg működnie kell. Az első heti anyagot pedig teszteltem, és sima fülhallgatóval föltolva a hangerőszabályzót, teljesen jól hallható, úgyhogy ha megengedik, azt talán most így hagynám egyelőre, aztán meglátjuk később, hogy lesz energiám frissíteni. A múlt héten tehát az első előadásban bemutattuk azt, hogy a mérnök hogyan működik, milyen közösségben, milyen szakmákkal, társszakmákkal együtt végzi el a munkáját, milyen feladatban vesz részt, és elkezdtük a szakmai anyagnak egy részét is mesélni, méghozzá eljutottunk egészen a határterhelés fogalmáig. És akkor a mai előadásban a határterhelésekről beszélgetnék egy sort, illetve a terhelések fogalmáról általában, ezen túl pedig elkezdek egy következő témát, ha lesz rá időm, a csavarkötések témáját. Jó, akkor vágjunk is bele. Első témánk. Szokásos határterhelések. Szokásos határterhelések szokásos anyagokra. Ahogy az előző alkalommal is mondtam, itt most ugye önök első és másodikos hallgatók, talán másodikosok. Itt most én nem a kerámia kompozitnak a kifáradási viselkedéséről fogok mesélni. Azt majd MSC-be később, hogyha szükség lesz, megtanulják. Most acélnál és öntött vasnál maradunk, hogy a dolgok lényegét megértsék, és a dolgok lényegét megértve majd lehet följebb mászni az érdekesebb csemegék felé. És azt sem mondtam még el, hogy ez az előadás is videóról készült, tehát nincs élő visszajelzés, ez most így történik. Jó, szokásos anyagokra. A határterhelések vizsgálatának jellemző módszere szokott lenni egy sima húzószakító vizsgálat. Jellemző terhelésünk. Klasszikusan húzó-szakító vizsgálat. Miért jó ez? Azért jó ez, mert nagyon könnyű megcsinálni egy ilyen szakító vizsgálatot. Viszonylag könnyű az anyag viselkedését fölvenni benne. Aki nem hiszi, megállítja itt a videót, és keres mondjuk a YouTube-on vagy más, hát az internetben, egy szakító vizsgálatról szóló videót, végignézi és elgondolkodik, hogy tényleg. No, visszatérve a dolgainkra, mi történik mondjuk szívós anyag esetén? Szívós anyagok esete. Talán gyártás technológiából látták már, hogy hogy szokott ez kinézni. Ugye elővesztük a szokásos koordinátarendszerünket, epsilon mint nyúlás, tudjuk, hogy nincs mértékegysége. Ide valami feszültség jellegű mértékegység jön, jelöljük most szigmával, és megapaszkál az ő mértékegysége. És ahogy múltkor rajzoltuk, most megint fölrajzoljuk, ami szint teszünk az életbe, ide így húzzuk, egy picit megnyekkel az anyag, elkezd folyni, majd ping, itt valahol elszakad. Látjuk? Húzzuk, húzzuk, rugózik, rugózik, rugózik. Itt történik valami, elkezd folyni, és ping, a próbatestünk elszakadt. Azt mondja, hogy mit látunk itt? Ezt a kis megbillenését a folyamatnak nevezzük úgy, hogy REH,
az a rugalmassági határ. A csúcs feszültséget nevezzük úgy, hogy Rm, legnagyobb feszültség. És akkor elég jól föl tudjuk osztani szakaszokra az anyag viselkedését, megint csak itten szívós anyagról van szó. A szívós anyag úgy viselkedik, hogy viszonylag nagy zónában, itt alul, rugalmas alakváltozása van. Rugalmas alakváltozás, ez durva közelítéssel azt jelenti, hogyha az anyagot meghúzom, ameddig a húzás tart, addig kinyúlik, amint a húzás megszűnik, visszaugrik eredeti méretére. Ez egy durva közelítés, de egyszerű esetben tényleg így szokott működni az anyag. Ez addig működik, míg a terhelő feszültség, ami az anyagban ébred, az kisebb, mint az RLH rugalmassági határ. A következő szakaszban történnek dolgok, itt már ez a szakasz olyan, hogy itt egyenletes nyúlás történik. Egyenletes nyúlás történik, ami azt jelenti, hogy amíg a terhelés tart, a terhelés akkora, hogy az ébredő feszültség a rugalmassági határnál nagyobb, ennek okán az anyag elkezd nyúlni. A nyúlást magát szemmel láthatóan nem tudjuk megkülönböztetni a rugalmas alakváltozástól. A megkülönböztetés akkor működik, amikor a terhelőerő abba marad, és az ember megnézi az anyag méretét, akkor a húzás irányú mérete nagyobb lesz, mint a kiinduló esetben. Ezért mondjuk, hogy az anyag megnyúlott, alakváltozott. És a harmadik eset, mikor a csúcsfeszültségen már túl vagyunk, ez az eset, ekkor szokott az kialakulni, amit úgy hívunk, hogy kontrakció, azaz az anyag keresztmetszete egy, az anyag belső szerkezetétől meghatározott, amúgy véletlenszerű helyen elkezd keresztmetszetbe vékonyodni, és a vékonyodás növekvő sebességgel történik, majd az anyag elszakad. A tisztességes mérnök hova tervez? Ha lehetőség van rá, szigorúan a rugalmas alapváltozás zónájába. Ha nincs lehetőség rá, vagy egyéb trükkös okok miatt tovább kell terhelni az alkatrészt, akkor pedig a egyenletes nyúlás elejére tervezi az alkatrészt, úgy alakítja ki, formált erőt, terhelés átadást, hogy eddig nagyjából így eddig legyen terhelve az alkatrészünk. Nézzük akkor ennek a fölírását. Az RLH rugalmassági határ tök jól fölírható úgy, hogy húzóerő F per egy A keresztmetszet, esetünkben az A keresztmetszet, az a próbatestnek a kiindulási keresztmetszete. Ugye húzó-szakító vizsgálatnál a próbatestek jellemzően egy kör alakú rudak, vagy pálcák. Tehát akkor itt az A0 kiinduló keresztmetszettel dolgozok, és a maximális feszültség Rm egyenlő F max per A0. Az F maxot meg onnan fogom tudni, hogy a mérőgépnél, a szakítógépnél beállítható, vagy ő rögzíti a legnagyobb felmerülő erőértékét. Mivel mindkét esetben A0 van a nevezőben, emlékszünk középiskolából? Számláló, nevező. Tehát a nevezőben mind a két esetben A0 van, az A0 a kiindulási keresztmetszete a próbatestnek, tehát ezek a fajta értékek jellemzően elméleti értékek. Mindazonáltal, ha nem vagyunk extrém terhelések esetében, vagy extrém terhelési berendezést nem tervezünk, akkor ezek teljesen jól kezelhető és jól használható értékeink. És ahogy tegnap is volt,
A szigma megengedett feszültség, bocsánat, nem tegnap, előző órán, előző esetben. Szigma megengedett az nem más, mint R, E, H per nagy S biztonsági tényező, ahol szívós anyagra a nagy S általában jellemzően másféltól kettőig tartó értékkészlettel rendelkezik. Ez ugye attól függ, hogy mennyire tudjuk, vagy nem tudjuk a terhelést, meg az anyagot mennyire ismerjük, vagy nem ismerjük. Ez a másféltől kettőig, ez egy olyan jó első közelítés. Ha mondjuk kell csirke udvarba ajtót csinálni, akkor az lehet nyugodtan egy kettes közelítés, hiszen néha a csirkék felugrálnak rá, ha disznóba kell ajtót csinálnom, akkor inkább a kettő felé nézek, a disznó azért nagy és erős, meg néha felugrik az ajtóra. Ha az ökölistállóba kell az ajtót hegezgetni a laposvasból vagy szögvasból, akkor inkább 2,5-3, mert az ökör az erős, és ott lesz impulzus jellegű terhelés, ha arról van szó. Ha terveznek például lószállító utánfutót, Magyarországon gyártanak nem is kis tételben lószállító utánfutókat, trükkös eset szokott lenni a rámpa. Azért szokott trükkös eset lenni a beszálló rámpa, mert az lesz fölcsukott állapotban a ló lábánál hátul. És ugye a lovakról tudjuk, hogy elől harap, hátul rúg, középen leesünk róla. A mi szempontunkból a lónak a hátul rúgása az izgalmas, ugyanis a pata viszonylag kis felületű, és rusnyán nagy energia tud koncentrálódni erre a kis felületre. Úgyhogy ha az ember nem szeretne egy ijedős ló esetén szétrugott rámpával találkozni, amikor a szétrugáskor, ha a lábbal beszorul esetleg még, akkor ottan a lóban is fizikailag sérülés keletkezik, ami forintban mérhető kárt jelent a ló tulajdonosának, azért érdemes a rámpa tervezésekor, számoláskor odafigyelni erre. Jó? Szívós anyag. Miért hívjuk ezt a fajta viselkedési anyagot szívós anyagnak? Azért, mert van neki mérhető, látható, tervezhető, egyenletes nyúlása. Tudjuk azt előre, hogy ha az REH fölötti feszültség fog ébredni az anyagban a terhelés hatására, akkor ő alakváltozni fog, és az alakváltozás mértékével kézben tartható az alkatrészem állapota, a károsodás mértéke, ha jobban tetszik. A másik esetünk, ez pedig az úgynevezett rideg anyag esete. A rideg anyagra az a jellemző, hogyha ugyanezt a szakítóvizsgálatot végzem, epsilon feszültség jellegű dolog, mondjuk szigma, itt meg az a jellemző, hogy fogom, húzom, aztán ping, egyszer csak elszakad. A rideg anyag viselkedésében klasszikusan mi hiányzik? Hiányzik láthatólag ez a kis nyikkanás, amitől elkezd egyenletesen nyúlni. A rideg anyag azért rideg, mert nem hajlandó nyúlni, és húzom, ez csak ping, elszakadt és kész, semmilyen előzetes jele nincsen annak, úgyhogy most nem sokára szakadni fog. Emiatt úgy dolgozunk rideg anyaggal, ahogy a sündisznók szoktak szexelni, ugye azt tudják, hogyan szoktak, klasszikus vicc. Nagyon óvatosan. A nagyon óvatosságnak pedig az a jele, hogy azt mondjuk, hogy a nyúlásnál megkeressük azt az értéket, ahol 0,2% a nyúlása az anyagnak, ezt ki tudjuk mérni a mérőgépen, és a 0,2%-os nyúlásnál kitűzünk egy feszültségértéket, és ezt fogjuk úgy hívni, hogy RP 0,2. Látjuk? Nagy R, kis index P 0,2. Ez lesz az az érték, amely rideg anyagnál használat szempontjából egyenértékű lesz a szívós anyagoknak az rugalmassági határával. Itt akkor azt tudom mondani, hogy szigma megengedett
egyenlő RT 0,2 per S érték, rideg anyagról van szó, S továbbra is nagy S, mint biztonsági tényező, és esetünkben a nagy S értékkészlet az mondjuk másféltől 3-ig tart. Miért tart itt is csak másféltől 3-ig? Az előbb azt mondtam, hogy itt jobban kell vigyázni, mert nem tudjuk, mikor fog az anyag szakadni, nincs látható jele a szakadásnak. Hát azért, mert a 0,2%-os nyúlás olyan kicsi, hogy nagy biztonsággal messze vagyunk a szakadási feszültségtől, emiatt ugyanúgy azt a másfél, kettő, hármas biztonsági tényező tartományt tudjuk használni, mint például szívós anyag esetében. No, ezeket remélhetőleg már tanulták mindenféle anyagtudományból vagy szilárdságtanból. Ahogy azt is tanulták, hogy ugye az életben nem csak húzó terhelés van, hanem bizony van klasszikusan nyíró és csavaró terhelés. Amely igen gyakran bekövetkezik, viszont sokkal nehezebben lehet például mérni és vizsgálni. Ezért szokás az, hogy a nagyon egyszerűen kivitelezhető szakító vizsgálat adatait extrapoláljuk valahogyan nyírás és csavarás esetére. Hogyan? Tudjuk azt szilárdságtanból, hogyha emlékszünk a szilárdságtanra, hogy jellemzően a tau megengedett, annak köze lesz a szigma megengedetthez, és acélok esetén legalábbis, és vasfélék esetén, szigma megengedett per gyök 3 lesz a szokásos határérték kitűző ökölszabály formula. Persze ennek vannak gyakorlati következményei is, azért a szakemberek nem ma kezdtek rideganyagokkal foglalkozni, meg nyírócsavaró terheléssel foglalkozni, úgyhogy a gyakorlatban azt tudjuk mondani, hogy acél, réz, bronz esetén a tau megengedett az nagyságrendileg 0,65 szor szigma megengedett. Aztán másfajta anyag, alumínium és alumínium ötvözet. Azért az alumínium másképpen dolgozik, mint az acél, ha meg van terhelve. Itt a tau megengedett, az nagyjából 0,7-szer szigma megengedett, és mit látok még? Öntött vas. Öntött vas az ő széntartalmával megint csak másképp viselkedik, mint az acél. És itt a tau megengedett nagyságrendileg megegyezik a szigma megengedettel. Ezek gyakorlati tapasztalati értékek. Bizonyos esetben egy per gyök 3-nál megegyeznek, bizonyos esetben meg nem. És itt szoktam azt elmesélni és visszaemlegetni, amit persze már tudnak, csak nem vesznek komolyan, nagyon sokan sajnos, hogy szilárdságtan. Szilárdságtanból nyüstölték önöket, hogy szigma meg tau. A szigma meg tau az nem csak betűkülönbség. A szigma mit is jelent, meg a tau mit is jelent. Ugye tudjuk azt, hogy szigma mit jellemez, sajnos önök nincsenek itt a vonal túlsó végén, hogy megkérdezzem élőben, úgyhogy elmondom, a szigma az jelenti a húzás, nyomás, hajlítás típusú feszültséget, míg a tau, itt a tau jelenti a nyírás, csavarás jellegű feszültséget. Húzás, nyomás, hajlítás hatása
a kísérletek meg a valóság alapján sokkal kevésbé veszélyes, mint a nyírás csavarás hatása. Ezért mondom azt, hogy ha nyírok, sokkal kisebb feszültséget engedek meg határterhelésnek, mint hogyha húzok vagy hajlítok. Ezt nagyon tessék megjegyezni. A mérnöki tervezés egyik fontos lépése az, hogy értem, meg tudom, hogy az alkatrészemben milyen jellegű feszültség jön létre, húzónyomó hajlító jellegű feszültség, vagy nyírócsavaró jellegű feszültség jön létre. Nagyon nem fontos, hogy a kettő melyik, és nekem nagyon kell tudnom, mint tervezőmérnöknek, hogy melyik van. Jó. Aki nem hiszi, fog egy papírlapot, és nézze meg, hogy hogyha rálép, mi történik, meg hogyha ollóval belevág, mi történik, és fogja látni a különbséget. Jó. Ugye az előbb azt mondtam, hogy szívós anyag így néz ki, rideg anyag így néz ki, és szívós anyagnál nagyjából a rugalmas zónában dolgozunk. Ez alapesetben igaz, általános esetben igaz, néha meg nem igaz. Mikor nem igaz? Vannak különleges esetek. Amikor kismértékű plasztikus deformáció megengedett. Kismértékű plasztikus deformáció hatása az egészen vicces tud lenni. És ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy biztos játszottak már ilyennel a műszaki érdeklődésűek. Az ember fogja a kötöződrótot, tudják, kötöződrót. Megfogja az ember a kötöződrótot, elkezdi hajtogatni, erre hajtja, arra hajtja, erre hajtja. Ha nincsen kötöződrót, simán gémkapacsal is működik. Erre hajtja, arra hajtja, erre hajtja, arra hajtja, erre hajtja, arra hajtja. A gémkapocs vagy a kötöződrót kellően lágy anyag ahhoz, sőt arra van tervezve, hogy plasztikusan deformálódjon. Azonban, hogyha egy helyen, egy picike helyen ugyanott mindig kapja plasztikus deformációt, azt fogjuk tapasztalni, hogy az adott helyen, ahol hajtogatva van, itt középen, ott fogja magát, és nagyon csúnyán, ridegen, egy pici melegedés után, pink, eltörik. Pedig amúgy tök lágy, csomót kötök rá, és kihúzom a masnit, de a sok hajtogatás hatására fogja magát, és eltörik. Ezt mi felhasználjuk, ezt a jelenséget. Rajzolok azért, mert megértsék, miről van szó. Aztán a legfőjebb, majd átlépünk rajta. Ezt MST-be szoktuk elmondani, de most is egy pici kísérlet erejéig, egy kis magyarázat erejéig még el tudom mondani. Itt vagyok. Ugye azt mondtuk, hogy kismértékű plasztikus deformáció megengedett, azaz fogom és az anyagomat megterhelem mondjuk eddig a pontig. Ezzel mit csináltam? Létrehoztam egyrészt egy maradó epsilon nulla plasztikus alakváltozást, ez a kisebbik gond. A nagyobbik gond az az, hogy hogyha az alkatrészt megint megterhelem, akkor az alkatrész úgy fog viselkedni, hogy az ő kezdeti REH-ja egy lépcsőnyit fölmászott.
Látják? Ez akkor működik, ha ez egyszer vagy kétszer van így eljátszva, vagyis egy lágyabb anyagot tudok használni egy masszívabb terhelésre, ha ügyes vagyok. És hogyha ezt a meghúzom elengedemet sokszor eljátszom, akkor a pont, amit lép följebb, 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 és hogyha elérem az RM pontot, onnantól a drót, ping, a következő terhelésre eltörik. Ezt a jelenséget úgy hívják, a fogalom szerint én ismert biológiából is, hogy elkeményedés. És klasszikusan hol használják, például csavarok meghúzásakor. Meghúzom a csavart adott nyomatékkal, az benne marad mondjuk a rugalmas zónában a felső határán, majd a rugalmas zóna után még húzok rajta kétszer 90 fokot. Ping, ping, és akkor a csavarom plasztikus alakváltozást szenved, például a hengerfejcsavar, és ezért van az, hogy bizonyos szerelési könyvek előírják, hogy azt mondja, vedd ki a hengerfejcsavart, szerelőelvtárs, mérd meg, és ha a hengerfejcsavar hossza nagyobb, mint valamennyi, akkor dobd el a balvállad fölött. Miért? Azért, mert a nyúlással tudom megmérni ezzel, hogy hol tartok itt a terhelhetőségben. És ha a szerelő azt mondja, jó lesz ez még tök szép barna, nincs meg sincs sorsdásodban, és szép a menet rajta, ha visszarakja a szerelő a hengerfejcsavart, abból bajok lehetnek, mert nem biztos, hogy innen indulva a következő 2-3 évnyi terhelés, ez a csavar jól el fogja bírni, hogy a következő 290 fok elfordítást túl fogja élni. És beszakadt hengerfej csavart nagyon kellemetlen kibányászni a motortömbből. Jó? Van ilyen. Mi most ezt nem fogjuk tanulni, majd MSC-be játszunk vele. MSC-ben ennek a mechanikáját nagyon szépen el fogjuk mondani, addig viszont méltóztatnak az alapokat megtanulni. Tehát van ilyen, hogy felkeményedés, ez pedig azt jelenti, hogy lokálisan szigma megengedett, nagyobb, mint RH. Ilyen van, nem ijedünk meg tőle. Na, ugye beszéltünk most eddig tiszta húzó terhelésről, mint szakítódiagram, beszéltünk nyíró-csavaró terhelésről, akkor beszéljünk most a valóságról. Hiszen a valóságban egészen kevésszer van tiszta nyíró-csavaró terhelés, és egészen kevésszer van tiszta húzó terhelés. Valóságos terhelések. Hát, ha gondolunk arra, hogy a kis elefánt ugrál a cirkuszi dobogón, húzás, nyomás. Ha arra gondolunk, hogy az ember ugrál a magasugró deszkán, ott a medence fölött, hajlítás. Ha arra gondolunk, hogy a vizes ruhát éppen kéne egy kicsikét vízteleníteni, akkor ugye csavarás. Kitenni a napra is ér, csak sokkal lossabban fog megszáradni, mint hogyha előtte jól kicsavarom, és úgy rakom ki a napra. Ugye munkatársamat szeretném nem látni munkatársként, tehát nyírás. És hát, stb. Fogják tanulni felsőbb mechanikából a gátolt csavarást, a kihajlást, meg egy csomó olyan fajta terhelési esetet, amiről még egyelőre nem álmodnak, de nagyon sok fajta terhelés van. Ami a közös ezekben, hogy a valóságos terhelés az ezeknek a tetszőleges lineáris kombinációja. Ez az, ami az ember konkrét, eltervezett, legyártott, beépített alkatrészére hat. Úgyhogy akkor azt mondom, hogy a valóságos terhelés ezek
lineáris kombinációja. Sőt, lehet, hogy nem lineáris, hanem valamilyen hatványjellegű, bármi lehet. Egy pici hajlítás, kis csavarás, dominánsan nyírás, vagy fordítva, dominánsan hajlítás, enyhén csavarva is. Ha megnézek például egy francia hátsó futómű torziós rugót, azt fogom látni, hogy az az autó teljes szélességét elfoglaló torziós rugó rúd egyik vége fixen van a karosszériában, a másik vége be van kötve a hátsó lengőkarba, de olyan a geometria, hogyha pechen van, hogy nem a lengőkar csuklópontjába van bekötve, hanem mondjuk 2 cm-rel arrébb, vagy 5 cm-rel arrébb. Ennek köszönhetően a torziós rugó nem csak tiszta csavarást kap, hanem még hajlik is egy nagyon keveset. És nagyon kevés hajlás az csodákra képes, hogyha szuperponálódik egy tiszta csavarásra. Vagyis a lényegem az, hogy összetett feszültségi állapot az, ami a valóságot jellemzi. Úgyhogy a valóság közelítése az mindig nehézkesen megy. Ez azért fontos, hogy itt összetett feszültségi állapot van, mert ezek a feszültségek, amiket tanultak mondjuk szilárdságtanból, ezek csúnyán hatnak egymásra. Más lesz a csavarás hatása, ha egy terheletlen anyagnak kell elszenvednie, és más lesz a csavarás hatása, ha már egy előzetesen meghajlított anyagra tevődik rá adott mértékű csavarás. Hogyan tudják ezt otthon? Otthon nem tudják annyira ezt kimérni, így hirtelen nincs ötletem rá. Ilyenkor szoktam elővenni a mafiózó hasonlatomat, de szoktak ilyet rendőrök is csinálni. Azt mondja, hogy nézzük. Mindjárt fogják látni. Összehasonlítása az egésznek összehasonlítás egy komplex feszültségi állapotot hogyan lehet egy tiszta húzó feszültséggel összehasonlítani? Vagyis az alap probléma, én rettentően könnyen tudok húzást mérni, miközben a húzásnál mért feszültségemnek, nyúlásomnak egy ilyen félig csavart, félig hajlított, vagy félig hajlított, félig húzott terhelésű alkatrész esetén. Ezen őseink sokat gondolkodtak, és ugye ahány tudós, annyi vélemény, úgyhogy különbözőképpen és sokan próbálták mondjuk olyan 100 éve, 150 éve vizsgálni azt, hogy ebből hogy lehet értelmes összehasonlítási alapot kitalálni. És az összehasonlítási alap az lett az úgynevezett egyenértékű feszültség. Mi az, hogy egyenértékű feszültség? Az egyenértékű feszültség az egy definíció alapján kiszámolt virtuális feszültség, amely virtuális feszültség egy számérték. Ez tartalmazza a húzásnyomás, a hajlítás, csavarás, nyírás és a satöbbinek a hatását. Bele van csomagolva szépen, és a belecsomagolás szépen kiköp egy darab feszültségértéket, amely feszültségérték egy darab értékként teljesen jól összehasonlítható a szakított diagramból megkapott húzófeszültséggel, és meg tudom mondani, hogy az adott egy darab feszültségértékem az RH alatt van, vagy fölötte van.
A kérdés meg a részlet persze mindig a trükk mindig a részletekben van, és ahogy Japánban is ajándékoknál tudják, hogy a csomagolás a fontos, nem a benne levő dolog. Ugye kaptak már ajándékot Japánból. Na itt is a számértéknél néha fontosabb az, hogy milyen szempontok szerint vannak belecsomagolva a különböző valós feszültségkomponensek, és egymáshoz képest hogyan vannak súlyozva a kiadódó, mesterséges, egyenértékű feszültségértékben. Nézzünk néhány szempontot, jó? Hogy az hogyan van definiálva. Többfajta definíció létezik, legyen mondjuk az első, felírom, hogy különböző definíciók. Az egyik népszerű definíció a Mises bácsi kiinduló definíciója. Azt mondja, hogy az egyenértékű feszültség vagy redukált feszültség az egy tök könnyű feszültség, azt mondom, hogy gyök alatt, itt mondok, egy-ketted, zárójel, szigma 1 minusz szigma 2 négyzet, plusz zárójel szigma 2 minusz szigma 3 négyzet, plusz zárójel szigma 1 minusz szigma 3 négyzet, zárójel bezár, és a gyök is bezár, 20-20-20-20-20-20 bezár, ami egyébként egyenértékű azzal, hogy, ajaj, egyenértékű azzal, hogy tessék figyelni, szigma x négyzet plusz szigma y négyzet plusz szigma z négyzet mínusz zárójel szigma x szigma y plusz szigma x szigma z plusz szigma y szigma z zárójel bezár, és még mindig nincs vége. Plusz, ide jön a túlsó vége, plusz 3 zárójel tau x y négyzet plusz tau x z négyzet plusz tau y z négyzet zárójel bezárva, és akkor nekem a gyököt végig kell húzni, még nincs vége a gyöknek, itt a vége a gyöknek. Látják, milyen szép hosszú? Ha szerencséjük van, akkor ezt tanulták szilárdságtanból, és pontosan tudják a különbséget a szigma 1, 2, 3, és a szigma xyz, tau xyz között. Mert mit mond az egyik, mit mond a másik? A számos indexű szigmákoknál nincsen tau. Direkt nincsen tau, nem én hagytam le, papíron is jól van. Az xyz indexűeknél meg van tau. Aki esetleg nem hallotta, nem értette, átaludta a szilárdságtant, annak röviden egy mondatban, a szigma 1, 2 és 3, ezek az úgynevezett főirányban levő feszültségek. Mi az, hogy főirány? A főirány az alkatrészben egy pillanatnyi irány, mert matematikailag le van vezetve, hogy definiálható az alkatrészben olyan koordinátarendszer, ahol csak húzó vagy nyomó terhelés lép föl az alkatrész belsejében. Ez a koordinátarendszer az alkatrésztől, a terhelés irányától, meg a terhelés időbeliségétől függ. Ez akár lehet pillanatról pillanatra más és más, de mindig definiálható. Mindig van olyan térbeli három irány az alkatrészben, amikor csak húzás nyomás lép föl. Ezt jelvezzük 1, 2 és 3 index. A térben három irányunk van. És azért nincsen tau. Mit mondtunk a taura?
nyírás, csavarás. Mert ha a három fő irányt nézem, ott nincsen nyírás, meg csavarás se. Ott csak húzásnyomás van. Nézhetem a szokásos térbeli XYZ irányt is, ami XYZ irányt az alkatrész alakja meg szokott határozni, vagy az alkatrész elhelyezkedése meg szokott határozni. Itt akkor tudok definiálni ezekben a síkokban húzónyomó feszültséget, XYZ, vagy hajlítást is, esetleg akár. És hát itt akkor, mivel ez az alkatrész geometriájától függ, most mondjuk azt egyszerűen, itt biztos lesz ezekben a síkokban, XYZ síkban nyírás is, itt akkor van nekem a dologban nyírásom is. És ugye azt mondtuk, hogy a húzás, nyomás, hajlítás kevésbé veszélyes, mint a nyírás-csavarás. Na ezt a kevésbé veszélyességet a nyírás-csavarás kifejezésében egy hármas szorzó ottan bent tartalmazza. Jó? És akkor ez a Mises bácsinak a szokásos definíciója, ez akkor a térben általánosan lefed mindent, és hogyha az ember nem akar a térben dolgozni, mert annyira egyszerű a szerkezete, a Mises bácsinak többen is hozzátettek az okosságához, úgyhogy napjainkban a Huber, Mises és Henke hármasnak a közös értelmezését szokás használni, vagy szokás von Misesnek is nevezni ezt a egyenértékű feszültséget. Ha nézek kevesebb dimenziót, akkor azt mondhatom, hogy szigma redukált egyenértékű feszültség egyenlő gyök alatt a szigma négyzet plusz 3 tau négyzet. Ez mondjuk egy dimenziónál, vagy általánosan, vagy azt mondom, hogy szigma redukált egyenlő mondjuk gyök alatt megint szigma x négyzet plusz szigma y négyzet minus szigma x szigma y plusz 3 tau x y négyzet. Ez mondjuk a kétdimenziós eset, hogyha olyan a feszültségképünk. Úgyhogy a Huber-Mises-Henke vagy von Mises feszültség ízlés szerint az nem más, mint egy egyenértékű matematikai formulával előállított virtuális feszültség, és az egyetlen értelme az, hogy a szimpla húzó-szakító vizsgálattal tesztelhető anyagoknak húzó-szakító vizsgálattal végzett tesztelés nyúlási határát, rugalmassági határát összevethessük az alkatrész valós terhelési értékeivel. Van persze más elképzelés is. Van például, ugye biztos olvastak Shakespeare-t, akkor tudják mi az, hogy more. Ha megnézzük, sigma red, redukált feszültség, vagy egyenértékű feszültség more szerint sigma négyzet plusz 4 tau négyzet, more szerint a tau jellegű feszültségek sokkal veszélyesebbek, ezért a 3-as súlyzószem helyett 4-es súlyzószemot javasol. Egyébként tudják mi a kapcsolat more és Archimedes között? Biztos tudják, ha nem, akkor megkeresik. Aztán van még egy másik tudós bácsi is, úgy hívták, hogy Treska. És ő pedig azt mondta, hogy sigma redukált, egyenértékű, az egyszerűség kedvéért legyen egy sigma max, minus sigma min. Azaz a legnagyobb feszültségkomponens, minus a legkisebb feszültségkomponens, és a térben ez, ha jól vizsgálom, az általában megegyezik kétszer tau max értékkel. Úgyhogy látják, egyszerűen a bőség zavarával küzdünk, hogyha valóságot szeretnénk egyetlen számértékbe kifejezni, akkor egészen sokfajta definíció szerint tudjuk átkonvertálni a valós húzónyomóhajlító plusz csavaró plusz nyíró feszültségünket plusz egyéb feszültségeinket valami egyenértékű értékké.
és mi döntjük el, melyiket használjuk, tehát ha áramlott és rosszul számoltuk, mi vagyunk a hibások jellemzően. Ezért, hogy ne legyen ilyen gond, az elmúlt években, évtizedekben kialakult az, hogy melyik képletet mikor szoktuk használni. Nézzük csak. Mit, mikor használunk. Mit, mikor használunk? Hogyha azt mondjuk, hogy az anyagunk klasszikusan képlékeny, szívós, képlékeny anyag klasszikusan HMH, Huber Mises Henke. Képlékeny anyag például az acél. Ez klasszikusan van nyúlás határa, lehet vele számolni. Ridegebb anyag. Ott jellemzően a mort használjuk. Mi szokott lenni a szokásos gépész gyakorlatban ridegebb anyag, például öntött vas? És ha a terhelésünk tipikusan nyíró, csavaró terhelés, akkor azt mondjuk, hogy a Treszka bácsi az jól tudta, amit tudott. Klasszikus nyírócsavaró terhelés például villanymotornak a háza, ugye? Vagy hajtóműnél a bemeneti oldal. Nyírócsavaró terhelést fog kapni. Jó. Számítógépeknél, hogyha az ember véges elemekkel harcol, klasszikusan a HMH-t fogja kapni, von Mises feszültség néven van beprogramozva. Persze egy tisztességes, végeselemes programban lehet programozni saját egyenértékű feszültségértéket is, akkor pedig az ember a szilárdságtan könyvből előbányásza a vonatkozó egyenértékű képletet, és rettentően fog örülni, hogyha az adott szoftver környezet olyan, hogy saját maga beprogramozhatja az egyenértékű feszültség képletét, amit szeretne, hogy a program kiszámoljon. Jó. Tehát jegyezzük meg, egyenértékű feszültség, klasszikusan virtuális feszültségérték, az egyetlen funkciója az, hogy a sima húzó vizsgálattal vizsgált anyag feszültség szintjéhez tudjunk viszonyítani. Jó? És az anyagban, amikor a valós terhelést kapja, akkor garantáltan nem az a 17,5 megapaszkál egyenértékű feszültség fog ébredni, hanem mondjuk 5 megapaszkál húzás, és mondjuk 2,5 megapaszkál csavarás egyszerre, együtt, egy időben. Jó? Ezt tartsuk észben azért. És ha ez tiszta, akkor én most itten nézem közben az időt is, témát lépnék és témát változtatnék. A mi karunkon az elsős hallgatóknak van fél éves terve, és a fél éves tervük az jellemzően valamilyen csavarósós szerkezetnek a vizsgálata, rajzolása, számítása. Ezért most, hogy a fél éves tervvel tudjanak haladni, én szerintem áttérek a csavarkötés tanulmányozására, és akkor most azzal lépnénk itten tovább. És akkor lássuk, hogy miről beszélek a továbbiakban. A továbbiakban egy logikai bakugrást végzek el, és a következő programpontunk, a terhelésekre vissza fogok még később térni, de most átlépünk a csavarkötésre azért, hogy a kedves hallgatók tudjanak haladni a fél éves tervezési feladatukkal.
A csavarkötés tehát nekem most egy gépelem ismertetés lesz, nem pedig a terhelés fajtáknak a vizsgálata. Nézzük a csavarkötést. Azért már csavarkötésről hallottak és láttak, ha máshol nem műszaki ábrázolásból tudni kell rajzolni a csavart. Nézzük meg, hogy mit kell tudniuk ábrázolni. Ugye műszaki ábrázolásból ismert az, hogy önök tudnak csavart rajzolni. Akkor ezt én is megpróbálom felidézni, hogy önök hogyan tudnak csavart rajzolni. Hát biztosan nagyon tudnak csavart rajzolni. Csak itt nekem a táblához közel nehéz a térben látni, de azért próbálkozom vele. Az arányok sajnos nem mindig sikerülnek, de az ember küzd velük. És akkor ami fontos, hogy ez egy 6 lapfejű csavar. Egy valami ilyesmit az ember megpróbál rajzolni. Tanultuk azt, hogy itt a csavarnak van egy... A csavar hasonlít a rovarhoz, ugye tudjuk. A rovar is három részből áll, van neki a feje, van a csavarnak a szára, ugye a rovarnál lesz szokott lenni a tor, és itt van a csavarnak a menete, ami pedig szokott lenni a potroh. És ez miért ilyen fontos dolog? Ha megnézik például az afrikai mézelőhangyákat, az afrikai mézelő hangya a potrohába tartja azt a nagyjából három vízcseknyi, vagy akár cseresznyényi édeslét, amit a kedves benszülött kollégák nagy lelkesedéssel nyammognak és szopogatnak, hiszen teljesen kellemes cukorforrás. Hát itt nekünk is a csavarnál a menet az, ami nagyon fontos, de a szár és a fej is azért használható. Önök tanulták azt továbbá még műszaki ábrázolásból, hogy a menetgenerálás hogyan történik. Egy mondatban, ugye ez úgy történik, hogy adott profil spirális pályát ír le. Spirális pályát ír le. Aki esetleg matematikából nem volt hajlandó ezzel foglalkozni, sajnos meg kell, hogy értse, ez nekünk fontos. Mi az a spirális pálya? Hát klasszikusan, hogy értsék, csavar tengelyre merőlegesen csavar tengelyre merőlegesen, ez valamilyen fajta körmozgás. És csavar tengelyel párhuzamosan párhuzamosan, ez klasszikusan egyenes vonalú mozgás. Ha ezt én szeretném szemléltetni, ugye ezt önök már tanulták egyébként műszaki ábrázolásból, tehát nem mondok újdonságot. Itt indul a profilpontom, ez a csavar tengely függőlegesen, és akkor itt forgatom körbe, és közben emelkedek meg egyre följebb és följebb a tábla körül, a tengely körül. Műszaki ábrázolásból továbbá ismerik azt, hogy melyek a fő profilfajták, ez is csak ismétlés.
Van nekünk ilyen profilfajtánk. És a biztonság kedvéért, hogy megértsék, miről van szó. Igyekszem ezt osztóvonallal rajzolni, és jelzem, melyik a belső oldala. Ez a belső oldala a csavartestnek. Ez egyfajta profil, és ha megnézik, az olyan, mintha olyan négyzet lenne ráragasztva egy hengerre. Ezt hívják úgy, hogy a mérnöki gondolkodás az elég trükkös szokott lenni. Ez nem a négyzetmenet, hanem ezt úgy hívják, hogy lapos menet. Aztán van olyan esetünk, amikor ilyen. Ilyen a profilunk. Ennek a profilnak van egy csúcsszöge, a csúcsszög konzekvensen, ha el nem rontom, 60 fok, egyenlő beta. Ezt szokták úgy hívni, ez most nem akkor nem háromszögmenet, hanem úgy hívják, hogy metrikus menet. Ez a metrikus menet. Aztán van még olyan, ez kicsit hasonló, amikor ilyen. Ezt meg úgy hívják, hogy, na ezt most úgy hívják, hogy gondolják, mert ez most akkor ugye volt egy négyzet, egy háromszög, ez mi? Ez nagyjából trapéz, ez akkor a trapéz menet. És itt azt tudni kell, hogy ez a szög a beta egyenlő itt csak 30 fok. Ez sokkal meredekebb ez a trapézmenet szög szempontjából. És szívünk csücske, ha a profilokat nézem, nagyon szoktam szeretni, amikor látják ezt a félkört. Amikor, mintha egy félkört forgatnánk a henger körül, és ilyen szép gömbölyű, minden csúcstól, meg hegyességtől mentes profilt kapunk. Mondhatnák, hogy ez a félkör profil, de nem úgy hívják. Ennek az a neve, hogy zsinórmenet. Ez a zsinórmenet. Ezt is tanulták már műszaki ábrázolásból. Melyiket hol alkalmazzuk? Ezt is tanulták persze. Lapos menet, klasszikusan. Nagyon rég alkalmazták, mozgatóorsókon, esetleg zongoraszéken, nagyon régi satun. Metrikus menet, szinte Európában mindenhol, világ jelentős részén ismert és csereszabatos és használható. Trapéz menet, klasszikusan mozgatóorsók, nagy erő kifejtése. Zsinór menet, akkor, hogyha az embernek fontos az, hogy a menet felületén ne legyen feszültség csúcs. Vagy azért, mert ménkű nagy feszültségek ébrednek, és nagyon nagy a menet terhelése, vagy azért, mert az anyag maga a menettel együtt is papírvékony. Amikor ménkű nagy terhelések jelentkeznek, ugye ott akkor nehéz és nagy vasból készült gépekhelyeség gondolni, klasszikusan vasútnál, a vonatot összefeszítő csavarorsónál lehet zsinórmenet. Ha pedig az anyag papírvékony, és mégis kötni kell a menetnek, klasszikus példa az izzólámpa foglalata, ha belegondolnak. Ott lemezből egy vékony hártya van préselve, ilyen alakra, és annak a vékony hártyának ki kell bírni, az ember becsavarja az izzót a foglalatba. És ennek működnie kell, és működik is. Jó. Vegyük észre, azért húztam be az osztóvonalat,
Mind a lapos, a metrikus, háromszöges, trapéz, a zsinór, ezek mind szimmetrikus profilok. Természetesen léteznek nem szimmetrikus profilok is. Az önmetsző csavaroknál, lemezcsavaroknál, gipszkarton csavaroknál, faipari csavaroknál vannak olyan esetek, amikor a profilok nem szimmetrikusak egyáltalán. Ezzel majd ki foglalkozik, amikor a adott tudomány szakterületre eltévedt, és erre ezzel foglalkoznia kell. Mi most csak ezekkel az alap dolgokkal foglalkozunk. Jó. További ismétlés következik. Amit remélhetőleg szintén tanultak már, és biztos tudják is, a profilátmérők. Klasszikusan, hogyha itt van nekem egy szép nagy darab metrikus profil, itt van nekem az anyag oldala, akkor a következő átmérőket tudom definiálni. Itt most csavarmenetről van szó. Ide rakok valamilyen csavartengelyt, és ehhez képest meg tudom mondani, tanulták műszaki ábrázolásból, hogy a csavarnál a külső átmérő az a kis d, ahol a d az a névleges átmérő. D a névleges átmérő. Aztán van nekem itt egy osztó felületem, ahol a csúcsok besimítva kiadják a teljes pucér hengert, sima hengert. Ez a D1. Ami lesz a D1, ez a középátmérő. És lesz még egy átmérőm, ami a szilárdsági számításhoz lesz fontos. A legkisebb folytonos henger átmérője, ez a D2, ha el nem rontom. Igen, ezt úgy hívják csavartanban, a D2-t, ez a magátmérő. Tehát ha például a csavaromat szeretném egy húzott rútként modellezni, akkor klasszikusan nem a D-átmérőt kell fölvennem a húzott rúthoz, nem is a D1-et, hanem a D2-t, az a folytonos tömör anyag átmérő, úgyhogy azzal kell számolnom a számítások során. Na, és akkor nézzük tovább. Csavarnál ismert, hogy a spirális pályája a csavarnak, az bizony kiteríthető. Ugye, hogyha olvastak József Attilát, akkor tudják, hogy a dolog vége az mindig kiterítés. Ha nem olvastak József Attilát, akkor tessék olvasni József Attilát, mert az hasznos. És ha kiterítem a rendszert,
akkor azt fogom kapni, hogy van nekem egy ilyen háromszögem, ahol ez a kék vonal, ez maga kiterített pálya, amin a csavar dolgozik. A vízszintes méret ez a méret lesz értelmesen számolva D egyszer pi, ez meg itt lesz, másik méret meg lesz a nagy P. Mi a nagy P esetünkben? Mindjárt nézzük. A D egyszer pi, ez a kerülete a csavarnak, a nagy P pedig a menet emelkedés, azaz egy fordulatra csavar tengely mentén ekkora távolságot tesz meg a pont a csavar meneten. Ezzel tudok definiálni ide egy alfa szöget, és ez az alfa elnevezés mindjárt a magyarázat arra, hogy miért jelöltem a menet profilszöget bétával, azért, mert az alfa már foglalt itt ebben az esetben. És itt akkor ebből lebírom írni, ha ez a háromszögem derékszögű, már pedig a derékszög háromszög az, hogy a tangens alfa az nem lesz más ebből kifolyólag, mint nagy P per D egyszer pi, és ebből kiszámolható az alfa, amit úgy hívok, hogy menetemelkedés szöge. Ez a menetemelkedés szöge. És ez, ha visszaemlékszek a középiskolás fizikára, ha tanultam olyat persze, régen még az időmben voltak fizikából egyszerű gépek, mint csiga, meg emelő, meg ék. És ez a menetemelkedés szöge, ez azért valamilyen szinten, ha az ábrát megnézem, ez azért kapcsolatban állhat például egy egyszerű ék alakzattal, úgyhogy valamilyen viszonyban ékszöge viszonyban áll ez a szög. Nem, rosszul mondom. Tehát a menetemelkedést föl tudom úgy venni, mintha egy ék lenne. És ha az éket tanultam középiskolában, akkor ugye az ék csúcsszögéről hallottam már, vagy ha tanultam kupos kötést, azt nem tanultak még, csak fognak, ott is az ék szöge, ez egy fontos érték, hogy miért pont annyi mennyi. De ha csak késsel vágják a parizert mondjuk, vagy a kolbászt, füstölt szalonnát, ott sem mindegy, hogy a vágó oldala a késnek az egy nagyjából egy függőlegesen áll a kék vágó oldal, vagy valamilyen szöget zár be a vágandó irányjal. Minél kisebb a szög a vágandó irányjal, annál szebben vágnak vele. Na nézzük csak azt akkor tovább. Fizikából megint csak ismerjük. Aki nem ismerte, annak most tessék jól figyelni. Erőrendszer. Az éken. Vagy úgy is mondhatják, hogy erőrendszer a lejtőn. Hát, ha úgy tanulták. Kiskocsi a lejtőn, mit akar, mit nem akar. Vagy kis tégla a lejtőn. Ha azt mondom, hogy itt van nekem egy lejtő, aminek van egy alfa szöge, akkor azon letettem egy dolgot,
És a letett dolog, mondjuk itt ezen a ponton, a letett dolog, N reakcióerőt vált ki a lejtőből. De nem csak N reakcióerőt vált ki a lejtőből, hanem ennek lesz egy lejtő irányú komponense is, ez a mű ször N, ami nem más, mint Fs, súrlódó erő. Amíg a súrlódás lejtőn megvan, addig az N nyomóerőt kifejtő dolog az nem fog onnan lepotyogni. Ha N-t és a súrlódást összeadom, vektoriálisan tudok összegezni egy csöpp szerencsével, ugye ez itt derékszög volt. Ha ezt összeadom vektoriálisan, akkor fogok kapni egy ilyen kék erőt, ami a két sárga erő vektoriális összege. Biztos tanultak ilyet. Ezt én lustasságban úgy hívom, hogy E, mint eredő erő. Ez vektoriálisan N plusz Fs, az E. És ha ez megvan, akkor azon elgondolkodok, ha én csavarként akarok dolgozni, akkor ugye a csavartengelyem itt függőlegesen van valahogy, és a csavart tekerem, akkor milyen erőkkel kell dolgoznom. Hát itt az E eredő erőt kell támadni, és az E eredő erőből lesz két komponensem, ha felbontom, lesz egy függőleges, meg egy vízszintes komponens az E erőre. Ha csavarni akarom, itt lesz egy csavar szempontjából Fe erő, és a csavar szempontjából F. Várjuk. Mindjárt mondom. Fa erő. Látjuk? És akkor nézzük csak meg, mi minek a mije. Lapos menet. Becsavarása. Lapos menet becsavarásáról beszélek. Itt akkor az Fe az lesz az előfeszítő erő. Ez az erő az, amelyik a csavar tengelyével párhuzamosan fog ébredni a csavar belsejében. Ez az előfeszítő erő. Ugye az Fs nem. Az Fa, ott tartottunk, az Fa, ez lesz a csavaró erő, és a csavaró erő fog a csavaró nyomatékhoz elvezetni minket, és az Fs, ugye, ez a súrlódó erő. A súrlódó erőt úgy tudom megmondani, hogy ugye Fs egyenlő mű szor N. Ebből klasszikusan tudok definiálni egy műt, ami mű egyenlő Fs per N. A mű esetünkben a meneten levő súrlódási együttható. És ez a súrlódási együttható, hogy tanultuk ezt középiskolás fizikából, vagy tanultuk szilárdságtanból esetleg, vagy tanultuk mechanikából akár, statikából is, ha szerencsénk van, ez nem más, mint a tangense egy ρ nevű súrlódási félkúpszögnek. A súrlódásnak van egy határértéke, hogyha a lejtőszöge
kisebb, mint a rószög, akkor az alkatrész nem fog leesni róla. Ha a lejtőszöge nagyobb, mint a rószög, akkor az alkatrész le fog csúszni a lejtőn. Hol ez a ró, és hol fogom ezt látni? Gyorsan írjuk oda. Azt mondja, hogy mindenképpen a ró itt van. Ez a ró. A surlódó erő, eredő, a normál erő, meg a surlódással képzett eredő között van a rószög. És hol az alfa szög? Az alfa szög pedig itt van. A függőleges komponens és az N erő között ez az alfa. De ha belegondolok, klasszikusan merőleges szárú szögek egyenlőek. Egyik száron vízszintes, merőlegesre a függőleges, másik száron alfa szöget zárva a vízszintessel, itt pedig alfa szöget zárva a függőlegessel. Ez itt nagyjából stimmel. Jó? Mind a rót, mind az alfát föl fogom használni a csavarkötés számításakor. Na tehát, azt mondtuk akkor, hogy a ró surlódási tényező a meneten. Majd el fogom mondani később, a következő órán, hogy ez a ró, az, hogy ő konstans, az egy ménkű nagy közelítés. Ugyanis a ró a csavarmeneten pontról pontra más és más. De mi az egyszerűség érdekében konstansnak veszük a teljes menetre, nagyon-nagyon durván közelítjük a valóságot vele. Az esetek 80%-ában használható, 20-ban meg nem. Ha pont ezzel számoltunk, és nem lenne használható, az ciki. És akkor a viszonya a lejtőszögnek és a rónak, ha a ró nagyobb, mint alfa, akkor beszélünk önzárásról. Önzárás, azaz a dolog nem csúszik le a lejtőn. Méghozzá a dolog nem csúszik le a lejtőn magától. Tehát ahhoz, hogy lecsúszson a lejtőn, nekem noszogatni kell őt, és azért ez nem olyan egyszerű. Ez pedig azt jelenti csavarkötés esetén, hogy az anya nem pörög le a csavarból, hanem a csavarról az anya lepörgetéséhez is adott erőkifejtésre, nyomatékra van szükség. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk van. Látom, van még időnk, úgyhogy akkor gyorsan felrajzolom azt is. Mi van akkor, hogyha lecsavarjuk az anyát, mekkora erő kell hozzá? Láttuk, a felcsavaráshoz egy hosszú FA erő kell, akkor most a lecsavarást is megmutatom gyorsan, időnk van. Lecsavaráshoz pedig a következő a helyzet. Nézzék csak. Ez most nagyon nagy lett a lejtőszögem. Keresek kisebb lejtőszöget. Önök persze biztos tudják, de egy-kettő mindig van, aki nem tudja. Itt az alfa. Mi a helyzet lecsavaráskor? Lecsavaráskor azt mondom, hogy itt van nekem ez az adott
normál erő, és akkor most le akarom szedni a lejtőről az anyát, vagy a lejtőről a téglát, azaz le akarom csavarni az anyát. Tudjuk a surlódásról, hogy ugye ez az érték volt, ez akkor mindig a mozgás ellen akar hatni, mert ő olyan gonosz fajta, ilyen retrográd és egyáltalán nem trendi dolog. Így. Tehát akkor az egyenértékű erő, a vektoriális összege az Fs-nek és az N-nek, ez volt a kék, akkor erre fog hatni. És ha szeretném leszedni a lejtőről a téglát, vagyis az anyát szeretném lecsavarozni, akkor a következő erőre van szükségem, megint csak felbontom a zöld felbontással, egy alap irányra függőleges, illetve vízszintes komponens párra, így. Tehát akkor lesz nekem itt egy FA, és lesz nekem itt egy FE. Mit veszek itt észre? Bármit észreveszek persze. Észreveszem azt, hogy továbbra is az alfa szögem itt van. Ez az alfa szög. Észreveszem azt továbbra is, hogy a ρ szögem, az melyik volt a ρ szög? A ρ szög volt az egyenértékű erő és az előfeszítő közti szög. Akkor az nekem meg itt van. Ez volt a ρ szögem. És nagyon szépen látom, hogy bizony az FA lecsavarásnál nem nulla, számottevően kisebb, mint ez a becsavarás, kicsavarás, tehát az FA kicsavaráskor, lecsavaráskor számottevően kisebb, mint a becsavarásnál, de nem nulla. Ezért van az, hogy az anya nem pörög le a csavarról. Majd beszélgetünk a csavarkötés lazulásáról is, nagyon trükkös dolog szokott lenni a csavarkötés lazulása, mert az ember azt hiszi, hogy egyszer meghúzta, és akkor az úgy fog maradni. Hát nem. Le fog lazulni. Kisebb-nagyobb mértékben a csavarkötés. De erről majd később fogok beszélni. Ahogy látom, időnk lassan eltelt. Ezt akkor most itt abba hagyjuk. Tehát akkor a mai órán miről volt szó? Egyrészt beszéltünk az egyenértékű terhelés fogalmáról, mikor miért használunk, és elkezdtük a csavarkötést, hogy a féléves házijukhoz a csavarkötés, meg a csavarolósor szerkezet vizsgálatához tudjanak haladni és gondolkodni. Remélem most a hangerő is rendben volt. Megnézem a mikroportot. Elvileg ez működött. Úgyhogy nem kell fülig tekerni a hangszórót és fölvenni a fülhallgatót hozzá. És akkor a következő videóval folytatjuk azt, hogy a csavarkötésnek milyen az ő lelki világa, és hogyan kell őt számolni, és hogyan kell rá vigyázni. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez az előadás erre a hétre ennyi volt. Viszontlátásra!